Kolibri színház vár. Minden nap mesélünk nektek a YouTube csatornán. Kolibri színház vár, Kolibri színház vár, Kolibri színház vár. A rászedett sakál. Összetalálkozott egyszer a sakál a báránnyal. Hát te mit keresel itt? Kérdezte tőle. Tudom, hogy meg akarsz enni, sakál bácsi, felelte a bárány. Kérlek, adj egy évet, hadd nőjek még egy kicsit. Egy év múlva már nagy leszek és kövér. Hiddel, akkor leszek igazán a fogad alá való falat. Szavamat adom, hogy pontosan mához egy évre itt várlak ugyanezen a helyen. A sakál ráállt a dologra. Hadd nőjön, hadd hízzon az alakoma, gondolta magában. A jövő évre így már nincs is mit aggódnia, meg is van a betevője. Hagyta hát, hadd menjen a bárány. Egy év elteltével látta ám a sakál, hogy a bárány a réten legelészik. Rákiáltott. Ho-ho, te! Mi lesz az ígéreteddel? Megfogadtad, hogy eljössz és megehetlek. Még hogy én? Nem emlékszem, hogy ilyesmit ígértem volna, felelte a bárány. Meg hát mostanra szarvam is lett. A sakál kelletlenül vette tudomásul, hogy a bárány bizony igazat beszél. Időközben fiatal kos lett belőle, és így már nem is lett volna olyan egyszerű a földre teperni és felfalni. A sakál ugyanis nem volt sem túl nagy, sem túl erős. Gyakran kellett a furfangjaira, meg a gyorsaságára hagyatkoznia. Akkor menjünk el egy szent helyre, mondta. Ott esküdj meg, ha mersz. Nem ígérted meg nekem, hogy megehetlek. Nem bánom, a holnap mehetünk is. A sakál odébb állt, a bárány pedig felkereste a gazdaságban lakó agarat, s elmesélte neki, mit mondott a sakál. Az agárnak pompás ötlete támadt. Holnap elmegyek hozzád, keríts egy kosarat, de akkor át, hogy beleférjek, s szerezz egy nagy lepedőt is. Én majd beülök a kosárba, te pedig terítsd rám a kelmét úgy, hogy jól elrejtsen. Csak az orromnak meg a melső mancsomnak hagyj egy kis helyet. A bárány talált is egy nagy hasas kosarat. Másnap eljött a kunyhójába az agár, s rögvest bele is mászott a kosárba, csak a feje látszott ki belőle. A bárány fehér lepelbe csavarta az agarat, csak egy apró rést hagyott nyitva a kutya orrának. Az egész kupac úgy nézett ki, mint egy muszlim szent sírja. Kisvártatva betoppant a sakál, s kérdezte a bárányt, hol óhajtja megtartani a szertartást. Itt, felelte a bárány, itt a szentélyem. Először a bárány esküdött meg, aztán odahívta a sakált is, hogy tegyen esküt a hamis szent sírja előtt. A sakál a sírra helyezte a melső mancsát, és megesküdött. A bárány felajánlkozott neki, megígérte, hogy megeheti. Ebben a pillanatban az agár elődugta az orrát, s egy szempillantás alatt leharapta a sakál mancsát. A pórójárt sakál hanyat homlok menekült a bárány kunyhójából, veresége színhelyéről. Oda a lakomám, oda a lábam, jaj, veszékelt. Egy évvel ezelőtt kellett volna megennem ezt a bárányt, amikor először láttam. Most arra sokkal nagyobb, és sokkal bölcsebb lett. Én meg még azt reméltem, ahogy telik az idő, több hús jut majd nekem. Azt hittem, ugyanolyan könnyen legyőzöm majd a nagy bárányt, mint a kicsit. Soha ne odázd el az élvezetet, ha most kínálja magát. Ne hagyd elveszni, amit megszereztél, s még az ártatlan báránynak se higgy.